A Transylvania Trust alapítványa a magyar kormány 300 millió forintos támogatásával menti ki a kritikus állapotából Erdély legnagyobb főúri kastélyának főépületét. A Boncidai Bánfi kastélyt a román állam régóta nem támogatja. A boncidei bánfi kastély főépületének állapota romos, az összeomlás veszélye fenyegeti, pedig Erdély egyik leglátványosabb, egyben legnagyobb kastély együttese. 2007-ben a Kolozsvári székhelyű Transzilvánia Trust alapítvány 49 évre vette konceszióba a bánfi családtól a kastélyt, de felújítása már jóval korábban megkezdődött. 2018. decemberében a magyar kormány 300 millió forintos támogatást nyújtott a főépület felújítására. A munkálatok már tavaly decemberben a főépület szerkezet megerősítésével elkezdődtek. Tehát a kastély főépületének a felújítása lesz benne a magyar állami támogatásból elvégzett munkálatoknak. Itt boltozat felújításokat, falazat felújításokat fogunk elvégezni, illetve megerősítjük a betonfödémet, ami Erdélyben először fog megtörténni, és a díszudvar egy részét fogjuk ebből felújítani. Hozzátette a projekt során a romantikus szányban egy Bánfi Miklós emlékteret, valamint egy olyan lakosztályt is létrehoznak, amelyben megmutatják, hogyan élt az erdélyi arisztokrácia. A díszudvarban egy bútor restauráló műhelyt is szeretnének kialakítani, ahol oktatnák is ezt a mesterséget. Az erdélyi verszályként emlegetett műemlék restaurálására 2001 óta nem kaptak finanszírozást a román államtól, noha a teljes felújításra további 5 millió euróra lenne szükségük.